Na, ugorjunk át a következő, a negyedik borunkra, ez az utolsó, ugye erre mondtuk, hogy ebben van egy kis hordós érlelés is, mert készítője ifjabb Kamocsai Ákos, ha nem is első másodtöltésű, hanem azért jócskán használt 500 literes hordókban érlelte ezt a bort, de azért megérezni rajta, hogy ez nem egy könnyű, reduktív, könnyű testű bor, hanem azért krémesebb, fajsúlyosabb, nagyobb testű darab. Móri 1000 jó, ennyi van csak ráírva, hát ifjabb Kamocsai Ákosról tudni kell, hogy kiváló borász és édesapjának a borászatában egy hírt topba, ahol ugye idősebb Kamocsai Ákos a fő borász segített be sokáig, ott tanulta meg tulajdonképpen az egyetem után a szakmát így a gyakorlatban, majd ha jól tudom, Kaliforniában volt még gyakorlaton, és aztán elkezdte a saját borászatát Móron, majd végül, miután a Maurus pincét ott hagyta, különböző más borvidékeken borászkodott, tehát ilyen egészen furcsa karrier az övé. Ugye Balatonon is készít borokat, de más pincéknél tulajdonképpen ilyen szaktanácsadónál, azért több, mert ezek saját borok, ő válogatja ki a különböző tételeket és készíti el már a meglévő alapanyagból. Egyrészt a Balatonboglári borvidéken műveli ezt, másrészt megmaradt szűkebb hazájában a Móri borvidéken, és ott pedig ezeket a hordósabb, nagyobb borokat készíti el jóval limitáltabb palackszámban, mint a Dél-Balatonon. Ugye ezekkel lehet is találkozni a hiperekben, ezekkel a Balatonboglári Kamocsai Junior borokkal, szinte az összes hipermarket láncban ott vannak ez a jellegzetes ilyen csíkos címkével. Úgyhogy ott inkább ilyen nagyobb volumenben, szinte hát csúnya szóval tömegtermelésben készíti ezeket a dél-balatoni borokat, míg a Mórit megtartott ilyen kis butik borászatnak, és ott is azt csinálja, hogy vadászik a kiváló alapanyagokra Móron, megvásárolja a szőlősgazdáktól, és aztán úgy készíti el mások alapanyagából a saját borát. És hát ezek mindig ilyen nagyon kimunkált, nagyon csúnya szóval kézműves fehérbor. Ebből is összesen 3500 palackot készített belőle, és a eltarthatóságra azt írja, hogy minimum 8-10 év. Tehát ez egy 2015-ös bor, akkor valószínűleg még Lilium Tiprest követünk el vele. A szándéka, a borász szándéka szerint, de hát nagyon kíváncsi leszek, hogy hány palasz fogja megírni ezt az időtartamot, vagy ezt a kort. Ifjabb Kamocsai Ákos egyébként nagyszerű borász, és ott Móron nagyon odafigyelnek el, de hát már nem Móron kívül is, mert egyszerűen ilyen szuper tehetség valahogyan. Amikor kérdezgeti az ember, hogy de hát Ákos, hogyan sikerült ez az 1000 jó is, meg a Chardonnay-vel foglalkozik még egyébként ott Móron, illetve viszonylag ritka házasítást, 1000 jó és Chardonnay házasítását is elkészíti. Ez a csúcsbora ott Móron a kislányáról, Annáról nevezte el. Hogy hogyan sikerül mindig ilyen jól, mert mindig tényleg ilyen nagy fehér borok, ezek a nehézkesség nélkül, tehát mindig szép savak, nagy test, és ilyen nagyon finom aromák, és úgy hátradől vele az ember, és csak kóstolgatja, és csettinget a nyelvével, ilyenek a Kamocsai Junior Móri borai, ugye fontos, hogy a Móri szekcióról beszélünk, és akkor vonogatja a vállát, hát jó volt az alapanyag, bejött, egy kicsit nem préseltük nagyon, csak ami kijött a leve, aztán egy napig ülepítettük, aztán beletettük ezekbe a használt hordókba, hát úgy kevergettük, aztán 10 hónap után lefejtettük és lepalackoztuk. Nagyjából így foglalja össze a borkészítés csínyát, bínyát és a nagy titkokat, és aztán mindig valami gyönyörűség lesz ott a végén. Hát ez a Móri 1000 jó is ilyen, azt gondolom. Nagyon-nagyon komoly, igen, én már bele is kóstoltam. Tényleg ilyen az a hangulata támad az embernek, hogy így el kell kezdeni tisztelegni. Tehát, hogy ilyen magázódós nagy bor, de mindenféle sallang, meg mindenféle, ahogy mondtad, nehézkesség, meg ilyen öregesség nélkül. Tehát a nagy boroknak mindig van valami, szerintem ilyen, legalábbis az asszociációi hozzátartoznak, ilyen oxidatív jegyek, meg valamiféle komolykodás, vagy olyan jegy, amit meg kéne neki jó, valahogy jó, bocsájtani. Jó, érlelés, meg ilyenek. Igen, tehát amit úgy meg kéne bocsájtani, vagy megmagyarázni benne, és ebből mindez hiányzik. Tehát csak nagyon, nagyon erős, és nagyon kristálytiszta ízekkel. Igen, és sokféle, tehát olyan széles spektrumú. Azért ezt a pici hordóságot is lehet érezni, a sokféle sárga, fehér húsú gyümölcsöt,
a jó savakat, ezt a krémes textúrát, ami kifejezetten szép, ilyen bársonyos az egész bor. Annyi trükk van, ezt nem mondtuk el, hogy nem teljesen, tehát túlérett fürtökből készült javarészt, tehát kicsit későn szüretelte szándékosan Ákos, és ezért van nyilván egy ilyen édesek karaktere is, ugye van 7-8 gram per liter maradék cukor, ha jól emlékszem. 7,5. Hát igen, az már azért tendál még akár a félszáraz felé is. Meg a többet szemekből érkező ilyen különleges aroma is azért tetten érhető benne. Tehát egy picit úgy csúszik a desszertbor felé éppen hogy, de attól még persze természetesen egy száraz, nagy vastagbor lett a végeredmény. Nagyon-nagyon szép darab. Nagyon jól mutatja egyébként, hogy ez a szőlőfajta milyen sokoldalú és mennyire sokra hivatott ott a Móri borvidéken. Lehet belőle egy ilyen nagy testű szép bort készíteni, meg könnyű reduktívakat is, meg egyébként teljesen édes desszertborokat is, úgyhogy a Lezárjónak ez a arca van.